Szevasztok! TikTok tátogó celebsztárok. Hát könyörgöm, most tényleg attól leszel te felkapott, mert tátogsz valami mástok a zenéjére, hangjára, beszédstílusára, vagy csak megpróbálsz egy zenére táncolni, és te ettől vagy több. Te ettől vagy egyedibb. Amúgy mindenki, tiszt, rajtam kivételével, mert én direkt autótyúnos felvételeket teszek fel, saját hanggal, direkt azért, hogy szórakoztassam a népet. Ezek a nagy felkapott TikTok tátogó sztárok, TikTok sztárok, celeb sztárok, vagy nem tudom, hogy nevezik őket, ezek azt gondolják, hogy attól menők, hogyha mindegyik videó ugyanolyan. Tehát, ha megnézed az összes TikTokon lévő embert, most magamat nem beleveszem, mert az én videóim teljesen máshogy láthatóak, meg más produkciókat csinálok rajta. Mindegyik videós, vagy mindegyik ilyen TikToker ugyanazokat a halanizékat, ilyen tátogós hangfelvételeket, zenékre tátog, ugyanarra a zenére, próbálja meg rázni a seggét, kitetovált lányok, te jó Isten, tehát egy nő az arcára minek a tetoválás, de fú, komment, tehát ide mi a francnak egy nőnek egy tetoválás? Meg tele van az arca piercinggel, mennyi már odébb. Az meg a másik, hogy ugyanarra a zenére 8 millió videó, ugyanarra a zenére 8 millió videó, 8 millió ember ugyanarra a zenére tátog, ugyanarra a zenére próbálja meg rázni a seggét, ugyanarra a hangeffektusra, vagy ugyanarra a beszédre, vagy nem tudom, valakinek a hangjára elkezd tátogni, és azért felkapott valaki, mert tátog. Hát akkor add már önmagadat, tehát akkor add a hangodat. Van, aki énekel, azt mondjuk aláírom, hogy a saját hangján énekel. Mert valakinek szép hangja van, valakinek meg szar hangja van. Ott volt a Loka Pantera, meg az a mit tudom én milyen gitáros csávót, őrjöngjött, meg széttörte a gitárt, meg egyebek, meg kiszaradt a zsűri az X-Faktorban. Azok is menjenek a francba, beszartak egy embertől, nem, hogy oda ment volna a Gáspállatot, rárugott volna egy tolót. Mi van negatív, menj haza? Jó, van, csak vicceltem. Szökik a málna az orrodból, amikor orrba vágnak, mi? De tényleg, tehát, hogy tátogtok ugyanolyan a zenére, hagyjál már, most tényleg ettől vagy valaki. Ettől vagy vászizdász. Jó, van mindegy, tehát te tudod, igazából én nem értem ezt, de én legalább próbálok szórakoztatni. Én észrevettem, engedélyezem a kommenteket is, és engem szidnak, hogy nem szígyelek magad, meg szánalmas vagy, meg öreg, kicsit gondolna már rá, tehát ez csak vicc. Meg szórakoztatás. Direkt készülnek ezek a rövid bugyuta szövegek, meg direkt pont abban a pillanatban, amikor a felvételt felrakom, akkor készült abban a pár másodpercben, vagy egy órában. És akkor így ülök például most, akkor kitalálok egy szöveget, hogy sárga, piros, fekete, ott áll valahol egy remette, sárga, piros, fekete, ott áll valahol egy remette. Tehát, látod? Ennyi. Ezt kitalálom, felveszem, adott pillanatban találok ki egy szöveget, gyorsan felveszem, feltöltöm a TikTokra, és már nézitek. De a sok nem normális, a sok bugyuta meg egymás után az, és 8 millió videó ugyanaz. Tehát nincs különbség, és akkor te attól vagy felkapott, mert 8 millió videód egyforma. És nincs változás benne, mert mindegyik dal, mindegyik ilyen, nem tudom milyen embereknek a szövegeit, meg mit, te egymástól lopkodtok mindent. Ez nektek a felkapott, és ez követi mindenki, hogy jaj, hogy tud tátogni. A hal is tátog, amikor kifogják a vízből, ugye? Érted? Tehát tátog a hal is. Na, ezt csinálják azok az emberek, akik a TikTokon nagy TikTok sztárok, meg blablabla. Én legalább megpróbálok olyan videót csinálni, amivel kicsit megbotránkoztatom az embereket, idegesítem őket, szórakoztatom őket, viccesnek találják, és megosztó leszek. Az miatt, mert én nem ugyanaz az ember vagyok, mint a 8 millió ember ezen a TikTokon. Regisztráltam rá, és azóta is csinálom ezeket a videókat, és fogom is csinálni a videókat, úgyhogy tartsatok velem, és ott is kövessetek. Az meg a másik, hogy ti komolyan veszitek, nem fogok feleslegesen magyarázkodni, mert minek? A magyarázkodásnak semmi értelme, mert úgyse fogja föl. Úgyse érti meg, hogy miről van szó, mert ő csak fújja a magáét, hogy... Hogy de már pedig mégis komolyan veszem, ha mégis komolyan csinálod, meg miért csinálsz magadból hülyét? Én legalább, igen, hülyét csinálok magamból, őrült vagyok kicsit. Van probléma? És akkor mi van? Tehát hülyéskedni, szórakozni kell. Az 50 éves emberek is csinálják. Ott van például Csonka András.
50 év fölötti, és ő is tiktokkozik. Jó, mondjuk ő is tátog rá a dolgokra, de ő színész. Őtől elfogadható. Mert ő arcmimikával játsza meg az egészet. Őt azért tisztelem, mert színész. Ennyi. De amúgy sokkal idősebbek is használják, de valaki csak azért is használja, mert kíváncsi rá, hogy ez milyen buli, oké. De az, hogy valaki mondjuk így lányok, fiúk között csak azért felkapottak, mert tátognak, tehát mindegyik ilyen TikTokernek ugyanolyan videói vannak, és ugyanarra a zenére, ugyanarra a hangra, ugyanarra izére, ugyanazt csinálja. Picit változtatással, más mozdulatokkal, más mimikával, vagy valahogy úgy próbálja egy kicsit túljátszani a szerepét. Tehát ezek mennek meg a bárányfelnők, nem de? Én egyáltalán nem értem ezt, hogy ez miért van, nem? De tényleg, tehát fú, komolyan nem értem ezt. Hogy miért hiszik azt, hogy ez így jó? És akkor így elgondolkodok rajta, hogy mi van? Tehát mindenki ugyanazt csinálja? Tehát itt tényleg ilyen létezik? És akkor ő ettől egyedi, ettől felkapott, ettől stílusos, ettől sztár, ettől menő, ettől vagány, ettől van több követője, úgy ugyanazokat a dolgokat csinálják. És amúgy egy csomószor megnézem a TikTokon a videókat, amiket így bedobál a kezdőlapon, és így tekergetem, és ilyen 30 videó ugyanazzal a hanggal, ugyanazzal a zenével, ugyanaz a majdnem mozdulatsor, tehát hogy semmi változás nincs, csak ugyanaz, 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 ugyanaz. Nálam mi van? Változás. Igaz, hogy a autótyúk benne van, de a szöveg az más, és próbálok mindig olyat kitalálni, ami vicces. És direkt úgy csináljuk, hogy szórakoztassa az embereket. Én értem, hogy sokan ezt nem szeretik, de ott van a Mr. Mish. Autótyún, az a könyörgöm, az felkapott sztár. Jó szövegeket ír, tény és való. De azért egy autótyún miatt lett sztár. Ami kijavítja a hangot, ugye azért van ez a program. Meg kicsit ilyen robotos. És akkor mi van? Tehát én azért csinálom, hogy szórakoztassalak titeket. Na mindegy, ennyit is szerettem volna ezzel kapcsolatban, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Találkozunk a következő videóban. Na csát!